Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinya vagyok, ez a pálya pedig nem más, mint Lacorka pályája, a címe pedig Vízi 2. a tenger szíve. A pályáról annyit kell tudni, hogy egy korábbi Lacorka pályának a folytatása, itt kitettem nektek oda a jobb felső sorokba azt a videót, ami ennek az előzménye, azt mindenképpen nézzétek meg, ha láttátok, akkor viszont majd nézzétek ezt tovább. Na jó, srácok, kezdjünk bele, nézzük ezt a pályát. Na, azt mondja, hát először is van itt... bele lehet lépni, igen, mert itt vannak ugye a táblák. Szabályok, történeti információk, jöhetek a szabályok elsősorban. Szabályok. Ne használj más research packet, a game rulokat ne piszkáld, mert harapnak ám, a szigetről ne tér le, mert megesztek a bébi cápák. Látótávolság szigorúan 10 csánk, oké? Okay. Akkor azt mondja, hogy 10 csánk, hát 20 volt, akkor legyen 10. Jó. Történeti információk. Te egy akvanéliai lakos vagy, aki már több éve lakik ezen a kis szigeten, ezen a szigeten egy barátjával, akit sikeresen mentett meg a gonosz doktor Urelix-től, és attól, hogy vasgólem örré változtassa őt. Egy napleveled érkezik egy régi ismerőstől, a történet itt veszi kezdetét. A pálya végigjátszása előtt, és ha itt valamit mondtam, szóval a pálya végigjátszása előtt feltétlenül játsz végig az előzmény pályáimat, mert történet szempontból fontos lesz a későbbiekben. A pályán található építmények, zenék egyedileg lettek elkészítve általam. Na igen, a zenéket én megmondom őszintén kivetettem Lacorkával, mert ilyen notblokkos zenék voltak, és annyira hangosak voltak, hogy egyszerűen nem tudtam koncentrálni miattuk a történetre, szóval... Igazából nem játszottam a pályával, csak akkor, amikor megszólaltak a zenék, de innentől kezdve nekem is igazából új lesz. Viszont, mivel ugye ez egy folytatólagos pálya, és van előzmény pályája is, illetve ebből ugye van nekem előzmény videóm, úgymond, én nem nagyon emlékszek, mert megmondom őszintén, nagyon régen volt, amikor azzal játszottam, szóval lehet, hogy most nekem sem fog összeállni a történet, na tehát ez majd kiderül közben. Na mindegy, szóval indítás. És ez egy feketegség. A Herona a sziget után 22 évvel, így van. Herona a sziget, ez egy pályája volt Lacorkának. Sajnálom, én nem tehetek róla, kényszerít rá. Van nálad valami, amitől olyan dolgokat látsz, amik nincsenek is ott. Leanel? Senki sem hal meg végleg, bennünk él tovább. Leanel? Na és most világos lett. Mi az? Mi olyan fontos így korán reggel, amiért nem hagysz aludni? Korgó mondja, jött egy leveled, de nem falevél. Alá kéne írnod, hogy átvetted. Jó, mondd meg neki, hogy mindjárt jövök, mondja Leanel. Korgó azt üzeni, hogy birkát lövök. Birkát lövök? Jó, Leanel, esküszöm, egyszer behajtom a tengerbe. Ez egy gondolat volt, gondolom a dölt betűk miatt. Menj a kikötőbe és vedd át a levelet. Na nézzük. Szóval itt vagyok én most jelenleg. Le tudnék mászni, de nekem most a kikötőbe kéne mennem. Akkor viszont mászak is, mindenképpen? Jó, hát akkor lemászunk teljesen. Eddig a pontig és itt van a kijárat. Így van. Oh, hello. Na most a kikötőbe, ha ide állok, mi történik? Á, ő Korgó? Ott a kikötőben vár a leveled, igen, ott volt a neve is a feje fölött. A cápák meg a tengerben várnak rád, mondja Leanel. Akkor jöjjünk erre, ez a kikötő. Igen, és akkor Gorgun azt mondja. Jó napokat, Leanel, még jobbakat. Gorgun, elgondolkozott már azon, hogy bedobja a tengerbe? Nem egyszer. Na itt a levél, kérem írja alá. Egy kétbetűs monogram írással később. Gorgon mondja, köszöntem, további szép napot, már amennyire lehet azzal az emberrel ott. Olvasd el a levelet. Szóval akkor én vagyok Leanel? Na nézzük, kedves Leanel, eljött az idő, hogy Mandir kardját elhelyezzük ott, egy kis helyes írási hiba, elhelyezzük ott, ahol eredetileg is lennie kéne. Itt, Meradorban. Szeretnénk emlékhelyet állítani neki, és úgy teljes, ha a kardja is itt van. Arra kérlek, hogy hozd ide. Szállítás közben ügyelj arra, hogy ne sérüljön meg a kard, mert több mint 60 év történelme leledzik abban a kardban. Üdvözlettel, Gerard, Herona Meradar. Folytatás. Menj a szigeten található kis vulkán ajtajához. Szigeten található kis vulkán? Van itt egy vulkán? Na jó, akkor keresd meg azt a vulkánt, és keresd meg a bejáratát. Aha! Ah, és még jól meg van csinálva. Egyébként az építésrácok baromi szép, tehát az nagyon tetszik, tehát nagyon szép részletes. Tehát ez megint csak tipikus ilyen Lacorka pálya. Ez lenne a bejárat? Korgó, na, mi állt benne, Leanel? El kell vinnem Meronára a kardot, viszont kéne a kulcs, hogy kihozzam. Nem tudod, hogy hol lehet? Korgó, hát az elmúlt napokban több mindenem is eltűnt. Lehet, hogy azok a kis patkányok voltak. Nem egyszer láttam őket a farmomon garázzálkodni. Nézd meg ott, én addig megnézem máshol. Leanel, rendben megnézem, menj a farmra és nézd körül.
Na, akkor most a farmot kell megkeresni, bár mondjuk ez itt eléggé farm-szerűnek tűnik, sőt, hát nagyon is annak tűnik. Na, de akkor várjunk, keresünk. Jöjjek itt be? Na, várjunk. Ó, lehet, hogy le kell itt jönnöm. Na, mindjárt kiderül. Igen, egészen le tudok jönni ide. Leonel, ez meg mi? A Saint Bob! Oh my god! Pusztulj! Pusztulj! Ez az! Szóval, hagyd meg a patkányt és menj vissza a korgóhoz. Jó, de mi, hogyha itt be akarok jönni? Be tudok itt jönni. Szépen lopakodva, de akkor itt nincs semmi ezek szerint. Aha, jó, hát akkor menjünk ki. Na, hello, bello, hol vagy korgó? Itt van korgó. Hello, szia. Azt ugye tudod, mondom én, hogy egy konkrét erődítmény van a farmod alatt? Erődítmény? Ja, igen, azt én építettem a patkányoknak, hogy legyen hol lakniuk, de azt nem tudtam, hogy előszeretettel lopkodnak is tőlünk. Ó, hogy megtaláltam a kapád. Várj, te nem is mennél sehova keresni a kulcsot. Nem, de megtaláltam, itt volt a söbemben. Na, add ide. Nyisd ki az ajtót és menj be, és valóban itt van a kulcs nálam. Na, hát akkor nyissuk ki az ajtót. Jobb klik, vagy csak simán ezzel? Simán ezzel. És be is kerültem ide, és a kulcs el is került tőlem. Na nézzük? Ne! Hova tűnt a kard? Azonnal el kell mennem Meradorba szólni Gerardnak. Ez mi? Mi történik velem? Vizi a tenger szíve, és itt van a tényleges főcím. Korgó. Leonel! Nem esett bajod? Nem tört el semmit sem? Hallgatás, beleegyezés, folytatás. Oppá! És leestem ide, egy barlangba. Leonel. Ah, mi történt? Hol vagyok? Pont itt. Ki beszél? Hát én. Remek, egy beszélő denevér. Jól beüthettem a fejem. Eléggé. Momentán úgy nézel ki, mint egy unikorn is. Figyelj, fel kell jutnom nagyon gyorsan a felszínre. Hol tudok? Már mész? Még csak most jöttél? Estél. Mindegy, ott van egy ajtó. Menj be, és kijutsz. Menj be az ajtón. Szóval akkor vele beszélgettem? Tényleg egy denevére beszélgettem? Na, hát akkor menjünk az ajtón. Ja, várj! Ott nincs semmi. Rossz ajtó. Ebbe gyere be. Mi? De hát az eddig ott sem volt. Dehogy nem, csak te nem vetted észre. Ahogy az sem, hogy elvettem a kardod. És tényleg elvett a kardom. Add vissza! Arra szükségem van, mondom én. Persze, persze. Na, nem mész be? Leonel meg nem mond semmit. Szóval menj be az igazi ajtón. Márhogy ez lenne az igazi ajtó. És a kardom? Add vissza a kardom! Szemét! Na jó. Ó, oh yeah! Üdvözöllek nálunk, mondja a denevér, gondolom. Vizi, ki ez a fiú? Kérdezi Mergi. Ó, senki, csak segítek neki feljutni a felszínre. Nem tudod, hogy hol van a vízi templom kulcsa? Gerendár, mondja. A múltkor pakolgattam, de nem emlékszem, hogy hova tettem. Keressétek meg. Vizi, rendben. Na gyere, nézzünk körül. Nézz körül, hogy hol lehet a kulcs. A falak néha üregesek. Szóval akkor velük beszélgettem. Ő Gerendár, illetve ő pedig Mergi. Okés. Na jó van, szóval akkor a falak néha üregesek. Akkor skacok, a falakat kéne megtekinteni. És mondjuk be is tudok jönni igazából. Ez ma egy kulcskeresgetős nap, gondolom én. Vagy hát mondom? Van itt egy láda, nézzük meg. Á, vízi templom kulcsa. Nem adott, hogy kapásból jó helyre jöttem. Na, ez is ritka, srácok. Jó, az akkor már is menjünk innen szépen ki. Ide kéne bejönnöm. Na, meg lett? Mondom, hogy igen. Remek, menjünk is be a vízi templomba, érted? Vizi és vízinek hívnak. Micsoda poén, gondolom én. Irány a templom. Itt be. Ez az. Ó. Oh. What? Ők eltűntek. És bejutottam ide. A pálya folyamán úgy juthatsz át akadályokon, ha a hordókat szétütöd, majd az abból kapott nyersanyagokból építesz magadnak valamit, vagy készítesz. Lesznek olyan blokkok, amik csak egy bizonyos blokkra tehetők le. Aha. Jó, okés. Hát akkor nézzük körül, mik ezek a nagy gombák, meg ez az egész. Mondjuk ez tényleg olyan víziszerű dizájnra megvan. Na szóval, törhető hordó és egy fejszer. Akkor nézzük meg. Oké. Kaptam belőlük deszkát. Jó, rendben. Szóval, letehető aranyblokkra. Aranyblokk. Oda. Jó. Jó, oké, ez megvan. Na várjál, nekem most ide föl kéne másznom? De ide hogy másszak föl? Itt nem tudok semmiképpen. Esetleg, lehet, hogy hülyeség, de innen. Menjek föl ide. Aha, értem, megvan, király.
Jó, hát akkor menjünk be. Na, ide jutottál, ügyes vagy. Én kérdezem, hogy akkor merre tudok kijutni? Látod azt az ajtót a terem végén? Igen. Na, ez azt jelenti, hogy jó a szemed. Na de, az ajtó mögött egy folyosó van. Végén pedig egy kijárat a tengerbe. Szelkár és Maró csúcsai között, de ahhoz, hogy kinyissuk az ajtót, meg kell szereznünk a kulcsait hozzá, különböző helyekről, ahová a portálokkal tudunk eljutni. Remek, megint kulcsok, leesek a semmibe, majd egy beszélő denevér segít nekem, ez is csak velem történik. Folytatás. Na jó, nézzük a folytatást. Vizi azt mondja. Hé, én nem vagyok denevér. Vagy most igen, de bármilyen állattá tudok változni. Alakváltó vagyok, más néven druida, de így nézek ki valójában. Folytatás. Én csodálkozok egy kicsit. Mi az? Még életeben nem láttál lányt? Á, most megjelent a teljes valójában. Nem az, csak eddig egy denevérhez beszéltem, majd itt átváltozol emberré, és így furcsa. Pedig jó lesz, ha megszakod. Na, mehetünk az első kulcshoz? Igen. Rendben, az első kulcs egy tenger alatt lévő bányában van. Menj be a kék portálba. Irány a kék portál. És itt van vízi. Kék portál? Ez lenne a kék portál? Úgy tűnik, hogy igen. Elméletben egy nagy egyszemű halnál kellene lennie a kulcsnak. Viszont, mint látod, mindenhol csak víz van. Viszont van egy elég furcsa ötletem. Tudnál keríteni egy vödröt? Átváltozok hallá, és utána megmondom a többit. Rendben, keresek. Keres egy vödröt és önts tele vízzel, majd tedd bele vízit. Oké. Okay. Itt egy ajtó, na nézzük körül. De várjunk, ezt elvileg szét tudom ütni? Még mindig? Aha, és itt van, mert benne volt a vödör. Megvan, király. És akkor nekem ebbe most elvileg vizet kéne pakolnom. Ó, vízi közben átváltozott. Hallá. Hogy tudom beletenni? Ó, megvan, király, és benne is van. Szóval, lehetne egy furcsa kérésem? Persze. Megcsókolnál? Mi? Jó, tudom, hogy furcsa, de hal vagyok, így tudok neked adni olyan képességet, amivel nem fulladsz meg a víz alatt. Jó, rendben. Egy lazacos csókkal később. Na, menjünk, keressük meg azt a szörnyet. Oké. Hát akkor menjünk, srácok, tovább. De most merre? Merre ide menni? Nem fogok megfulladni a víz alatt? Oh my god! What? Ez mi volt? Így van, és valóban nem megy le a buborék, tehát a levegőm az abszolút nem fogy. Ez teljesen jó, de most akkor nekem merre kéne itt mennem? Mert egyébként mi keres ebben a barlangban ez a nagy hajó? Alig fér be? Hogy jött ez ide be? Nem is értem. Van ilyen zöld listájom is egyébként. Nem mondott, hogy a létrával kéne. De erre nekem miért nem hívta föl valami a figyelmem, hogy került hozzám ide 3 darab létra? Istenem! Hát ezt nem hiszem el. Semmi föl nem hívta a figyelmet, hogy itt nálam létra van. Ó, nem mondott komolyan. Aha, és akkor erre tovább? Ó, basszus. És mi, hogyha ide leesek? Á, oké. Na, akkor ezért kellett nekem a víz alatti légzés. Értem már. Jó, na akkor menjünk szépen tovább. Itt van egy ilyen luk. Ó, hello, bello, jó napot kívánok, jó napot kívánok. Na várjunk, be kéne úszni valahogy hozzá, sőt, tudjátok mit? A fenéket. Megpróbálom innen lenyilazni, már ha lehet. Meg tudom így jönni vajon? Most meg lesz, ez az. Simán nyilazzam le. Ezzel meg tudom őt ölni valahogy. Az a szerencse egyébként, hogy nagyon gyorsan visszamegy a HP-m. És... Na végre, most kapta. Amúgy azon gondolkozok, hogy lehet, hogy baltával kéne inkább, skacok. Nem mondod. Ezzel most kapta. Jó, megint kapta. Megint kapta. Úgy látszik, hogy nyilazni azt nem tudom. De akkor minek van nálam a nyíl? Ezt se értem. Ez az, na végre megvan. És oda fölúsztak cuccok, oké, okay, na akkor ez... Az isteni! Hú, de még megijedtem, ez mi volt? Oh my god! Na szóval. Fú, ez aztán izgi volt, szépen harcoltál. Nem volt valami félelmetes, de miért nem adtad vissza a kardomat? Azzal egyszerűbb lett volna legyapni. Milyen kar? Ó, hogy az. Véletlen ott felejtettem a bányánkban.
Na mindegy, a következő kulcs egy eléggé hidegrázó, félelmetes dimenzióban van. Emiatt most nem mennék veled. Addig itt örködök. A fehér portál az. Menj be a fehér portálba. Szóval akkor itt nyugodtan ráléphetek erre. És itt a fehér portál, ő lesz az. Így van. Leonel Aquaneilából. Kérdezem én, hol vagyok, és ön honnan tudja, hogy ki vagyok? Én mindent tudok, és látok, ahogy azt is, hogy miért vagy itt. Azt a kulcsot csak akkor szerezheted meg, ha bebizonyítod, hogy méltó vagy rá. Különböző feladatokat kell kiállnod, amik a legtöbb esetben nem a fizikai tudásodat veszik igénybe. Ezek a feladatok veszélyesek, nehogy baja essenek is jelentéktelen életednek. De ha veszélyesek, akkor csak bajom esik, nem? Mindegy, ezt most nem értem. Az én életem nem jelentéktelen. Ha! Ostoba kölyök! Gondolj bele, több milliárd bolygó, dimenzió létezik. Ha te meghalnál, érdekelne bárkit is. Na, kedves folytatás. Igen, a barátaimat. És ha a barátaid már nem lennének? Na látod, egy porszem vagy a gépezetben, aki, ha elszáll, senki sem veszi észre majd, hogy eltűnt. Sok mindent nem tudsz még az életről és a halálról. Szóval a kulcs. Ahhoz, hogy megkapd, meg kell tanulnod látni. Semmit nem látok, pedig nyitva van a szemem. Nem a szemeddel kell látnod, hanem a lelkeddel. Csukd be a szemed és láss. Folytatás. Ott van előttem valami. Oké. Remek. Megtanultál látni? Lehet, de önt nem látom. Mert nekem nincs fizikai megjelenésem, így a lelked nem tud megjeleníteni. De te elképzelheted. Folytatás. Most ezt komolyan gondoltad? Egy malac? A néped halálra van ítélve. Az első feladathoz lép be a fény altárjába. Van sötétség altár is? Igen, az elméd közepén. Te kedves, most akkor így képzeltem őt el? De szemét vagyok, ez mondjuk jó poén, ez tetszik. Lép be az altárba. Na hello, itt vagyok. Itt is lenne az első feladatod. A fényt juttasd el a kék pontig a tükrök segítségével. Állítsd irányba őket. Ez egyszerű. Ilyet sokat játszottam kisgyerekként. Amihez ezúton is gratulálok. Na nézzük csak. Várjunk, ezek lennének a tükrök, gondolom én. A kék pont, ez a kék pont. Jó, és ez lenne a fény, de mondjuk itt nem látok fénycsóvát, vagy ez tök mindegy. Na várjunk, nézzük meg. Mondjuk ide állok. Ja, hogy ez így elfordul. Ja, értem, oké. Igen, akkor most a fény átmegy ide elvileg. Igen. Aha, jó, ez egyszerű. Igen, az oda. Akkor is elforgatjuk. Egy, kettő és kész. Igen. Remek. Most pedig szedd ki a korruptálódott részeit a dimenzió portálnak. Te, mint halandó ember, mit tudsz ezekről a portálokról? Egy olyannal jöttem ide, de azon kívül semmit. Gondolhattam volna. Ezekkel olyan helyekre mehetsz, mint időben, térben, amiket el sem tudsz képzelni. Összesen 6 található meg ezen a földön. 4 a vízi templomban, 1 az elátkozott szigeten, és 1 a végtemplomban, de nem sokáig. Korruptálódott részeit szedjem ki a portálnak? Ez lenne a korruptálódott része? Igen, kaptam egy ilyet. Igen, de megint nem hitta fel a figyelmem a játék erre. Jó, ez meg volt. Á, király. Közben fel is vettem egy darabkát, de eltűnt. Jó, erre meg nem tudok menni. Akkor ez is eltűnt. Na most akkor ez elvileg... Á, ott még fönt. Aha. Ez is megvolt. Egyéb. Ott van még egy. És kész. Lehetne egy kérdésem? Megvolt. Ezeknek a feladatoknak mi értelmük van? Számomra semmi értelmük, számodra igen. Ezzel mérem fel, hogy szellemileg készen állsz-e egy ilyen kulcs birtoklására. Tehát azt hiszi, hogy életképtelen vagyok? Én nem hiszek semmiben, de abban igen. Itt is lenne az utolsó előtti feladat. Feletted láthatod az ebben a dimenzióban lévő tejútrendszert, körülötte pedig a 16 eddig felfedezett testvérdimenziót. Az mit jelent? Tán csak nem érdeklődsz a világ felé. Minden dimenzióban ugyanúgy megtörténnek a dolgok kisebb-nagyobb eltéréssel. Például van olyan föld, ahol óceánok helyett szárazföld van, és ez fordítva. Van, ahol te a másik nemhez tartozol, van olyan föld, ami még meg sem született, vagy fordítva, már nem él. Most már értem. Dehogy érted, a feladatod pedig lemásolni a rendszert. Mit kell nekem lemásolni? A rendszert?
Igen, ott van a tejútrendszer, akkor őt kéne nekem lemásolnom. Jó, oké, rendben van. Gomb. Ah, kaptam 49 darab szénblokkot, illetve 32 darab csiszolt kvarcot. És akkor nekem ezt a mintát kell lemásolnom? Jó, hát akkor a fehéret csináljuk, egyértelmű. Na akkor ide kell 1, 2, na, 3. Jó, aztán oda kell 1, akkor ide 1, 2, 3. Mondjuk érdekes, hogyha ezt most mellé teszem, akkor mi van? Akkor el fogom teljesen rontani? És nem tudom mit csinálni, vagy újra kell kezdeni a gomb segítségével. Na mindegy, majd kiderül. Jó, hát akkor srácok, ezt gyorsan megcsinálom. Jó, a fehér elvileg készen van. Elvileg jól is tettem le, úgyhogy most már igazából csak annyi a dolgom szerintem, hogy teljesen kitöltsem az üres részeket ilyen feketével, ilyen fekete szénblokkal, bár ide nem tudok elugrani, mert nem is enged tovább. Na jó, hát akkor gyorsan ezt megcsinálom. Igazából ez már nem olyan nagy dolog szerintem. Oda, oda, és oda. És kész, ez az sikerült. Rendben, most pedig jöjjön az utolsó feladatod. Fel kell áldoznod valamit, amit szeretsz, kedvelsz. Nekem mindegy, mi csak menjek már el innen. Mondanod kell valamit. Jó, legyen akkor a sziget, ahol élek, Aquanelia. Bölcs döntés. Tessék itt a kulcs. Már a legelején észrevettem, hogy van nálad valami, amitől olyan dolgokat látsz, amik nincsenek is ott. Vigyázz vele! Ó, és még valami. Soha ne gyere vissza. Nem tervezek. Folytatás. Oh my god! Vizi kérdezi. Na, visszatértél? Ide soha nem megyek vissza. Én is ezt mondtam, azért nem mentem veled. Na, már csak 2 van hátra. Még tudok számolni. Persze, tudom én. Na, irány a zöld portál. Menj be a zöld portálba. A zöld portál, az pedig itt van mögötte, és akkor igazából ezzel már az utolsó portálhoz is eljutottam. Hopp! Giribando, Eredála, Kabulédo, Derendus. Mi? Oh my god. Hova kerültünk? Látom, tudsz te jó kérdés is feltenni. Ha-ha-ha, hahotázok rajta nagyon. Folytatás. Ki volt ez? És miért zárt be minket ide? És hol őrzi a kulcsot? Vizi mondja, nem tudom, vajon mert ráestünk a tetőre és beszakadt a nagy lábad alatt? A kulcs nem tudom, hogy hol lehet. Folytatás. De ha már itt vagyunk bezárva ketten, elmondok valamit, amit már rég el akartam mondani. Mit? Amikor először megláttalak abban a barlangban, megláttam magam benned, és a családom elvesztése után te voltál az egyetlen, aki be tudta tölteni a lelkemben tátongó űrt. Leon, én szeretlek. Ilyet még nem hallottam senkitől sem, de én... Hallottad ezt? Nem, siket vagyok, nem láttam a fülemmel. Folytatás. Oh my god! Vá, ez hangos volt! Te ki vagy? Kérdezem. Azt mondja, úristen ez a név. Jah-jah, ugolmátó magaté. Vizi kérdezi, jah-jah, te mit keresel itt? Nem Nivla erdejében élsz? Jah-jah, papíron igen, ott. Az itt létem nagyon egyszerű okkal rendelkezik, minden gombát elfogyasztottam Nivlában, így útnak indultam a világ felé, még több gombát szerezni, majd rátaláltam erre a helyre, ami sokkal jobb, mint egy pár gomba. És ti? Mit kerestek itt? Ki ez a fiú? Lényegtelen ki, egy kulcsot keresünk, nem tudod merre lehet? Nem tudom milyen kulcsról beszélsz, de ismerek valakit, aki tudhatja. Egyébként miért lettetek ide bezárva? Kérdezi ő. Folytatás. Az a beszélő gomba elkábított minket és itt ébredtünk, mondom én. Ki, Kabba? Már tud kábítani is másokat? Na, fejlődik, ő őrzi ezt a helyet és minden betolokodót ide zár be. Egyébként nem tudom mire vártok itt, ott van mögötted fenn egy kiárat. Tényleg? Vajon ki volt itt előttünk? Nem tudom. Menj ki, ott annál a fánál középen van egy gomba, éri hozzá. Juss ki, majd éri hozzá a gombához. Na várjunk. Hogy kéne egy kijutnom? Várjunk. Hát erről biztos, hogy nem. És mi, hogyha megpróbálok erről eljönni? Ah, persze erről nem lehet eljönni, de miért nem tudok itt eljönni? Így. Ja, hogy csak ennyi. Jó, oké, rendben. Na nézzük. Ez a gomba. Jó, most hozzáértem. Na jó, szóval. Újabb területen vagyok. Jakja mondja. A beszédet bízzátok rám.
Elevando, Gibi, micsoda? Elevando, Gilibindu, Bululu. Gembi, jakja, már vagy 20 éve nem használjuk ezt a nyelvet, kérlek, ne beszélj így. Jakja, ó, oh, na viszont, a pajtársainak szükségük van egy kulcsra, amit itt rejtenek, nem tudod hol lehet? Gembi mondja, mint látod, mi nem használjuk az ajtót, ergo egy kulcsról sem tudok, de kérdezzétek meg sámánunkat ott fent. Ezekkel a mágikus gombajáratokkal fel tudtok mászni oda, csak vigyázzatok, mert kicsit kiszámíthatatlan. Juss fel a lakhelyére és beszélj vele. Ja, hogy azokkal a gombajáratokkal. Oh my god! Ez miért pofoszkodik? Ez már nem először ütött meg. Te ide figyelj, ne csináld ezt. Nagyon mérges leszek. Na szóval, itt van egy ezen a gombajárat? Aha. Ó, oh, és feljutottam ide. Nem mondod. Na várjunk. Igen, de akkor menjünk erre inkább. Ott is van egy ilyen bejárat. Na de várjál, most akkor nekem oda kéne fölmennem? Vagy hova kéne fölmennem? Oda kéne fölmennem szerintem. Miért most ugyanott jöttem ki? Újabb kísérlet. Oda is be tudnék szerintem menni. Várjunk, de hol? Erről kéne fölmásznom egész odáig? Aha. Ez az, megvan. Király. Ja, csak éppen oda innen nem tudok eljutni. Na várjunk, nem biztos. Átugrok ide. És innen meg aztán végképp nem. Na várjunk. Innen nyilván nem tudok beugrani, hát akkor hogy menjek? Innen biztos, hogy nem tudok bemenni. Aj! Na azt mondja, hé! Hey! Ho! Oh! Várjál már! Ja, hogy ez fölemel! Na várjál, próbáljuk meg. Be kéne ide ugranom ebből a füstből. Ja, hát innen az élebe nem fogok, hát hogy? Nekifutásból? Á, teljesen kizárt. Amúgy milyen magasra emelhet engem? Ja, hogy eddig. Ja, hogy aha, ennél nagyobb magasságban nem emel. Ez az, bejöttem is, és leestem ide. Most ez komoly. Ja, mert át kellett volna ide ugranom. Na jó, akkor előről az egész. Na nem igaz, hogy nem tudok beugrani, halljátok ez? Ez miért van így megnehezítve? Ennek mi az értelme? Na végre, ez az. És akkor most kéne ide átugranom. Igen, ez meg is volt. Na most kérdés, hogy innen oda menjek át. Várjunk, átjövök ide. Igen. És akkor át ide. Erről van szó. És akkor át ide, most pedig ide. Jó, egy újabb területen vagyok. Várjunk, ezt én szét tudom törni, nem? Ó, igen. És kaptam ajtódarab. Valóban le kell tennem. Hova is kell tennem? Aranyblokk. És itt be tudok jönni. Ó, ez az, király. Azt mondja, nyú, ti meg kik vagy, vagytuk? Leon elmondja, keresünk egy kulcsot a vízi templomhoz, nem tudja merre találjuk. Di ütjű van... Na jó, oké, ezt nem is olvasom el, srácok, mert olyan szinten nem tudok erre koncentrálni, hogy most még ezt próbáljam is kiolvasni, szóval. Ti értetitek, mit mondott? Jó, most megint mond valamit. XD. Ez az XD, ez nagyon izé, ilyen... Nem passzol ebbe a környezetben, na mindegy. Nagyon viccűsz, mondja Gubi Cubi. Ezek a nevek nagyon zavaróak egyébként szerintem, hogy ennyire nehéz kimondani, mert annyira elveszi az embernek a figyelmét a lényegről, meg a történetről, hogy amíg megpróbálja ezt kiejteni, meg kibogarászni, na mindegy. Szóval menj, keresd meg az ajtó darabjait a hordókban, vagy más helyeken. Hát van nálam ilyen. Na várjunk, itt is van ilyen hordó. Eddig van 5 darabom. Na várjunk csak. És ezt... Aha. Szóval ide kéne leraknom, és 5 darab van nálam, de ide kell még 5 darab, szóval összesen 10 darab. És akkor most keressem meg itt a hordókat. Aztán majd szerencsétlenkedjek ide-vissza? Most ez komoly. Na mindegy, keresünk akkor még hordót. Itt is van egy hordó. Ha tudtam volna, akkor kapásból szétütöm őket. Jó, van már 7 darabom, nagyon király. Itt is van hordó. De ne ezzel üssem már szét, haló. Hanem ezzel. Jó, 10. Akkor megvannak. Király, na és akkor most megint jussak vissza. Atya, úr, Isten. Na jó, hát akkor próbáljuk meg a lehetetlent. Nem mondod, elsőre sikerül beugrani? Hallod? Figyelj már ide. Nagyon kennem vágom ezt a dolgot. Hát mondom én, elsőre sikerül itt be az ajtón, és már meg is érkeztem, király. És akkor tegyük le egyet szépen, ez nem arany? Pedig ez elég aranyblokknak néz ki. Lol. Az előbb miért nem engedte letenni?
Hallod? Az alsóra nem engedi? Na! Az előbb miért nem engedte? Ez érdekes. Azt mondja, jól van, szóval most menjek be, de vigyázz, mert van itt valami fenevad. Nála van a kulcs, gondolom én. Öld meg, érte? Jó, menj be az ajtón, és öld meg, akit ott találsz. Mi ezt? Őt bántsam. Olyan sötét van, amúgy nem lehet semmit. De hát akkor megöljük. Ennyi volt? Oh my god! Vizi mondja, nem gondoltam volna, hogy találkozunk jakjakkal. Fura egy fickó, nem? Nagyon, mondom én. Szép hely volt ez a gombavilág, de az a kristályos fa se volt rossz, ott bent a börtönnél. Lehet, hogy egész végig Heróna alatt voltunk. Várj, mi? Nem mondott komolyan, hogy egész végig ott voltunk lent Heróna alatt, ahova el szeretnénk jutni minél hamarabb. Sőt, biztos, hogy ott voltunk, mert a plafonról lógott lefelé egy kék kristályos szikla vagy mi, pont olyan, amilyen Heróna várában van. Na mindegy, menjünk az utolsó helyre, ami fogalmam sincs hova vezet. Irány a sárga portál. Sárga portál. Okés, menjünk be. Oh yeah! Hova kerültem? Itt van vízi. Szóval. Burelix mondja. No, ti meg kik vagytok és hogy jutottatok be ide? Elnézés a zavarásért, mondom én, de egy kulcsért jöttünk, amit itt rejtenek. Kulcs? Tán csak nem a vízi templom kulcsáért. De! Ó, sajnálom, azt beolvasztottam, kellett a vas belőle az egyik gólemnek. De nekünk szükségünk van a kulcsra, nem tudjuk újból elkészíteni? Lényegében de, mondja Burelix. Kell hozzá 3 vasblokk és 4 szilárdított kristályblokk. Ezeket elkészíthetitek itt a gólemgyárban. Gólemgyár? Kérdezi Vizi. Burelix mondja, pontosan. Az ikertestvérem, Urelix is üzemeltet egy ilyen gyárat Olux mocsara alatt. Illegálisan emberekből készült robotokat gyárt, de én állatokból készítem el ugyanazt a robotot. Készítsd el a hozzávalókat, 3 vasblokk, 4 szilárdított kristályblokk. 3 vasblokk? Aha, szóval vele beszélgettünk, ő volt Burelix. Hát kár, hogy itt volt mögöttem egyébként. Ezeken az ajtókon én be tudok menni egyébként? Ó, igen. Burelix mondja, abban a szobában van az elkészítési útmutató a kulcshoz az emeleten. Lent pedig a terem végén a gép, ami elkészíti. Egyébként örülök, hogy vannak látogatóim, csak az egyszemű tüskés hal van itt nekem, akivel tudok beszélni. Szóval aki bántani merné, az halállal sújtanám. De ti nem néztek ki gyilkológépeknek. Hát, még jó, hogy nem. Várjuk, itt egy hordó. Aha, van itt. Vasblokk? Ja, persze, most szereztem egy vasblokkot. Jó, az ugye kelleni fog majd mindenképpen. Meg itt az emeleten elvileg, várjunk. Itt amúgy ezeket nem tudom kinyitni. Ez lenne az elkészítési útmutató. Ugye 3 vasblokkot ír. Az a 3 vasblokk az itt van egy oszlopban, illetve 4 darab szilárdított kristályblokk. Akkor ilyen sárga, kék, fehér, illetve zöld ilyen kristály, ahogy látom. Szóval innen nekem ki kéne mennem, vissza itt, így van. És akkor megnézzük, hogy... Ott bent az állatokkal végzünk, ha mind a 4 tartályban a megfelelő állat van, akkor nyomd meg az aranyblokkon lévő gombot, majd a fenti csőből leesett hús cafatból készíts el egy vasblokkot a terem bal oldalán lévő falon közében. Aha, itt is van egy ilyen hordó. Jó, na most szereztem vasrudat, király. Ez mi volt? Csirke idéző tojás, letehető vasblokk. Jó, várjunk, akkor ide is kell egy gombnyomás. Van tehén idéző tojás, aztán van birka idéző tojás, és akkor még itt van az a rózsaszín, ami a malac idéző tojás. Na most honnan tudom, hogy hova mi kell? Ezt próbálgatni kell? Akkor először is birka idéző tojás. Birka idéző tojás. Ez jó nekem? Ha megnyomom? Ez az élőlény képes... Ja, hogy itt a tippeket. Ez az élőlény képes repülni, igaz, csak ereszkedni tud magasról, a kedvenc étele magvas dolgok. És akkor ilyenkor mi van? Most kérjek megint egy birkát és ő eltűnik? Aha, értem. Jó, rendben van, akkor ez meg volt. Szóval akkor ide kerül a csirke. Igen, ő pedig. Ezeket az élőlényeket lopták el Olux mellől, egy farmról. Állítólag egy pokol portállal érkeztek, viszont mikor visszatértek az ellopott élőlények már 2 lábon jártak. Arany karddal a kezükben, hát akkor malac. Vagyunk tehén? Igen, akkor most jön a malac. Igen, ez meg volt. És akkor már csak 2 van.
Ennek az élőlénynek a bundája sokak számára biztosított neszákban vagy más fagyos helyen meleget, meleg érzést, akkor ez lesz a te a birka idéző, gondolom, és akkor ezt a Tima tehén azért olvassuk el. Van, ahol kevés a víz ahhoz, hogy ne halljanak szomjon az emberek, falusiak. Viszont ez az állat képes folyadékot adni az embernek, illetve jó mérgező bájitalok hatásai ellen. Hát a tejről van szó, szóval akkor a tején. Jó. És akkor aranyblokk. Ó. Hújszafat. Ja, most kaptam meg a hújszafatot a csőből. Ó, értem. És akkor hogy írtam, mert már nem emlékszek rá egyáltalán. Jó, most megszereztem ezt a cuccot. És én ezzel mit csináljak? Tegyem be ide? Vagy mit kéne most ezzel nekem csinálni? Jó, akkor visszamegyek. Mert most halvány fogalm nincs, mit kéne ezzel csinálni. Jó, visszajöttem. Akkor elmegyünk ide a sárgába. Ott bent a kohó található. Micsoda rím? Hol vagy itt a rím? Na mindegy. Égess ki a vasat és csinálj belőle egy blokkot. Vasat? De hol van itt vas? Várjunk. Szétütjük ezt a cuccot. Igen, most kaptam. Mit kaptam én most tulajdonképpen? Lávásvödör, az már van, köszönjük szépen. Ja, hogy ezt a vasat, ó, nem mondod. Jó, hát akkor szétütöm, amennyire csak lehetséges. A fenének se tűnt föl, hogy itt van vas. Olyan természetesen írtam, mintha már alapból nálam lett volna. És ez meg is volt. Jó, akkor viszont betesszük ide szépen. Hadd égjen. Teszünk oda szépen egy kis lávát, hogy égjen ki nekem itt a vas. Egyébként meg baromi jól meg van csinálva, srácok, az építés az elképesztő. Tehát olyan szinten megadja a hangulatot, nagyon szép az építés. Tényleg, erről simán elhiszem erről a helyről, hogy itt egy dög meleg van, itt ég, ez valóban egy kóhó, ott folyik le a láva, szerintem eszméletlen szépen meg van csinálva. Tehát nagyon szép. Lacorka, tényleg le a kalappal, az építés az valami zseniális. Nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Na, mindjárt kész lesz a vasrúd. Most már van nálam 14 darab, és az utolsó darab. Köszönöm szépen. Na szóval, hogy is volt? Égess ki a vasat és csinálj belőle blokkot. Jó, hát akkor csináljunk belőle blokkot. Jó, van 2 darab vasblokkom, illetve van még egy vas, van még 8 darab vasrudam, amivel nem tudom mit csináljak, mert itt kb. Több más nincsen. Vagy esetleg elhagytam volna valahol egy vasrudat. Na várjunk, akkor nézzünk körül teljesen. Jöjjünk el mondjuk ide. Ott a folyékony kristályokat készítjük. Miután kifolyt a kristály, rögtön megszilárdul, és így ki tudod szedni. Á, várjunk, van itt cucc. Aha, na most kaptam egy vascsákányt. Á, oké, nézzük csak. Szóval valahogy ki kell folyni a kristálynak, de hol? Itt ide? Gondolom, hogy igen. Na várjunk, megnyomjuk a kéket. Á, üllen a kristály. Akkor üssük ki. Meg is kaptam. És van egy valóban kék festett üveg, ami most jelen esetben a kristály. Igen. El is megvolt. Hát srácok, technikailag ez a pálya, ez nagyon ott van. De tényleg nagyon ott van. Az meg oda esett a másik oldalra, de jó. Igen. Jön akkor ez. Mikor, hogy jelenik meg? Á, pont nem láttuk. Na mindegy. Ez is megvan. Jó, a kristályok megvannak. Gondolom akkor nekem itt más dolgom nincsen. Várjunk. Aha. Ez egy recept, amit nekem össze kéne valahogy kraftolni. Szóval akkor, mindegyikből több kell. Jó, akkor... Na jó van, srácok, akkor ezt én gyorsan megcsinálom, mert akkor itt mindenből több kell azért, hogy majd össze tudjam őket kraftolni. Egy adott blokká. Mert ez még nem a kristály. Ez csak ilyen nyers kristály féleség. Jó, a zöld megvan. Egyébként elég bosszantó, hogy most miért nem lett volna elég, ha csak 4 darab van. Tehát, hogy 4 darabot... Tehát 4 darabot kell megcsinálni, és még kell 9-et kiütni. Tehát igazából szerintem nincs jelentősége, viszont ez így elég unalmas lesz. Ez egy picikét, hát nekem úgy annyira nem tetszik ez a fajta verzió, de hát mindegy. Akkor csináljuk meg úgy, ha már így van megszerkesztve a pálya. Nyilván, más nem tudunk csinálni. És kész, ez az. Király, na nézzük. Ide jövök, elosztjuk. Ez az, gyerekek, működik. Akkor jól sejtettem. Ennyi. Mehetünk is innen ki. Király. Csak az a baj, igen, hogy 8 darab vasudalma, szóval valahol van még itt egy hordó.
amit a szétütök, akkor elvileg vasat fogok belőle kapni. Szóval onnan jöttem, akkor most megint átjövök ide. Ó! Na hát, ez aztán jól le van dugva egyébként. Szóval, akkor viszont csak kell ez. Aha! Ezt ide be. Körbe kell pakolni a vasrudakkal. És kész. És három falas blokk. Gyerekek, megvan. Király, na akkor most menjünk oda-vissza. Igen. Na, hogy is volt? Várjunk, most fölmászok. És ide kide majd tennem? Aha, várjunk. Sárga, kék, zöld, fehér. Sárga, kék, zöld, fehér. Jó. Sárga, kék, zöld, fehér. Sárga, kék, zöld, fehér, és ide ezen. Oh yeah, király! Na, meg is lett az utolsó kulcs. Hé, miért vetted el őket? Vizi, ne poénkodj. Sajnálom. Mi? Vizi, mi van veled? Sajnálom, én nem tehetek róla. Kényszerít rá. Ki és mire? Meg kell tennem, sajnálom, szeretlek. Folytatás. Na nézzük. Most hol vagyok? Ó. Oh. Oh my god. Megint valaki mondja, aki még nem tudunk kicsoda. Bube, adtál neki számot? Természetesen, 264. Hol vagyok, kérdezem? Miért vagyok egy szobában? Ki maga és mit csinált vízivel? Ó, oh, egy szobát lát, bocsánat, így jobb? Hogy ki vagyok? Zendel a nevem, ő pedig a segítőtársam, Bube. Mit csináltam vízivel? Semmit, egy ujjal sem bántottam őt, csak segített idehozni téged. Mi folyik itt, kérdezem? Zendel mondja, hadd mondjam el, folytatás. Mi benne vagyunk egy projektben, amelynek neve Pillangó Projekt. Célja az életfájának mihamarabbi elpusztítása. Miért pusztítanák el? Az életet ad Herónának. Herónának? Fiacskám, annak sose volt Heróna a neve, az csak egy átlagos sziget volt régen, majd mikor kinőtt a fa, elnevezték az egyik istenről, Herónáról. Egy levegőszigeten volt a csemete. Míg egy halandó ellopta, leugrott a tengerbe és elültette az egyik piramisban, majd a csapatunk régebbi tagja, Lacorka, kinöveztette, hogy saját érdekét szolgálja, mert minden áron vissza akart menni a saját idejébe, és mit hagyott hátra? Egy fát, mely saját tudattal rendelkezik. Na és miért kell elpusztítani? Mert a fa érzékeli, ha van nála nagyobb energia, ami erősebb nála. Akkor elpusztítja azt, és mi rendelkezik nála nagyobb energiával? A föld magja. Folytatás. Úgy, gyerekek, ez a sok, rengeteg szöveg. Hú, picikén sok. Szóval, Zendel mondja, ha, Mandír kardja, amire szükségünk van. Elmondom egyben. Gerard a kardot a te kis szigetedre küldte őrzésre, viszont nekünk kell a kard. Így megvártuk, míg kinyílik a kardot rejtő kis kripta. Túl feltűnő lett volna lerohanni a szigetet, és úgy megszerezni, így lebuktunk volna a nyilvánosság előtt, helyette egy besugót alkalmaztunk, a kis barátodat, Korgót. A feladata az volt, hogy tájékoztasson minket arról, hogy mikor nyílik ki a kardot rejtő kripta ajtaja, és innen jövök be a képbe. A te kis zöld kristályodnak hála, tudtalak manipulálni. Így azt a látszatot keltettem benned, hogy nincs ott a kard. Ja, és igen, Vízi is így jelent meg számodra, és az embereknek, akikkel találkoztál. Én mondom, nem, Korgó nem tenne ilyet, én mentettem meg Dr. Urelix-től régen. Ne bízz senkiben, és így nem ér el csalódás az életben. Folytatás. Maga egy szörnyeteg, miért vagyok itt, és Vizit miért tartja fogságban? Vicces vagy, mint látod, több száz ember tartunk fogságban itt, cekka alatt. Minden ember, lény nagy hatással van a mindennapokban, vannak királyok, szektavezérek, jobbágyok is. Vizi egy senki, csak a családneve miatt tartjuk itt, bár ezt mondja el inkább saját maga. Bube, engedd ki, folytatás. Vizi mondja, Lenny! Leonel mondja, az én. Vizi, nem esett bajod? Bántottak? De romantikus, mindjárt nyálat csorgatok, mondja Zendel. Hallgasson, mondom én. Vizi, pontosan miért vagy ide bezárva? Vizi mondja, az apám miatt, én is Merador vagyok, Merador Mandír az apám. A fakristályai elvették az eszét, de legbelül tudta, hogy amit csinál az nem jó. És úgy látta jónak, hogy ha ő nem is tudja magát megállítani, akkor más igen, majd megszülettem én, de apám eltűnt, és a mai napig nem tudom, hogy hol van. Zendel mondja, most már érted, hogy miért van itt? Bube, engedd ki a díszvendéget is. Folytatás. Vizi mondja, apu? Mandír mondja, lányom, sajnálom, amiket tettem, nem úgy történtek a dolgok, ahogyan azt ti tudjátok. Zendel mondja, Leonel, mind tudjuk, hogy amiket te láttál és hallottál, nem juthatnak ki a felszínre, azt ugye tudod?
Alkut ajánlok. Ha megölöd Mandirt, szabadon távozhatsz, csak előtte játszadozok az elméddel, vagy feláldozod magad. Visz itt megmenekítve a fogságtól, na mit választasz? A világ úgy tudja, hogy Mandir halott, így nem veszítenénk semmit, ha megölnénk. És akkor most választhatok, hogy megölöm Vizi apját Mandirt, hogy így szabad légy, vagy feláldozod magad, megmentve Vizit és apját. Srácok, önfeláldozó leszek. Nézzük. Zendál mondja, igaz, túl sok rosszat okozott Herónának, de te még mindig nem látsz tisztán. Hősiesen feláldozza magát inkább. Folytatás. Milyen tiszteletre méltó viselkedés, inkább feláldozza magát, megmentve szerelmét. Ha ez a sorsom, mondom én, vállalom. Vizi, sose foglak téged elveszíteni. Te őt nem, de ő téged, igen. Folytatás. Ne, mondja Vizi, a munkám itt befejeződött, hamarosan újra találkozunk, kölyök. Mondja Zendál. Folytatás. Vizi mondja, ne, Leni, te voltál az egyetlen az életemben, aki fontos volt számomra. Miért mindig a jónak kell meghalnia? Az élet bizony kiszámíthatatlan. Mondja valaki. Ki maga? Nem látom. Egy senki. Viszont nem halt meg. De, itt fekszik a földön, kiszívta az utolsó erejét is neki ez a... Senki sem hal meg végleg. Ő viszonozta az érzéseid feléd, benned él tovább Leonel. Mit érzel most? Haragot, fájdalmat és megnyugvást. Emléke benned él tovább, viszont teljesítened kell a sorsát. Zendál a nagy arcával elfelejtette a memóriád manipulálását, így enélkül ment el. Viszont neked most el kell menned Meradorba, szólni Gerardnak, hogy a kard rossz kezekbe került. Menj! És itt a vége. Buklis mondja, hallottad-e, mi történt Aquaneliával? Nu? Kérdezi Frog. Rázuhant Bórneda. Derus. Te figyeljél már, Frog. Nu, mond. Hány óra vagyon? Dilmút, miért? Olyan sütét vagyon, nyim? Az meg mi a jó szentbub ottan fent? Folytatás. És most mi van? Most itt a végén nem értettem, mi történt. Kb. Semmit nem értettem, mi történt. Köszöntő! Nézzük! Lacorka mondja, köszönöm, hogy végigjátszottad ezt a pályám, kedves Csabinyó! Itt van pár háttérinfó a pályáról. A pályát 2019. április 26-án kezdtem el építeni. Jó, ezt most is rácok, nem olvasom föl, mert így is baromira hosszú nyúlt ez a videó. Itt van a YouTube csatornája Lacorkának, ezt is olvassátok el. A linkjét kiteszem a leírásba természetesen. Illetve van még egy olyan, hogy ezt nem tudok kiolvasni. Mi ez? Érdekességek! Na hát ennyi volt, srácok, Lacorkának a pályája, a Vizi a tenger szíve című pálya. Lacorkának, mint mondtam, a csatornájának a linkjét megtaláljátok a leírásba, illetve a rögzített kommentbe megtaláljátok ennek a pályának az előzmény videóit, amiket ugye szintén kijátszottam korábban. Szóval, hogyha sorrendben nézitek, akkor össze fog állni a kép történet ügyileg. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, Lacorka, neked a pályát. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!